Lezárva az októberi hónapot és megkezdve a novemberit, elmondható, hogy a hitben való elmélyülés időszaka volt. A protestáns vallási irányzatba tartozó gyülekezetek hívőinek pedig sokszorosan. Október 31-e a reformáció emléknapja. Közös ünnepe ez a református, az evangélikus, az unitárius, a baptista és a metodista felekezetek hívőinek egyaránt. A vallások képviselői együttesen e napon ökumenikus istentiszteletet tartottak a szekszárdi református templomban. Én azt gondolom, hogy rengeteget alakulunk, természetszerűen is alakít bennünket a környezetünk. A reformáció annak az emlékünnepe egészen személyesen számomra is, hogy az Isten is alakít bennünket. És még a mi saját alakulásunk nem egyszer tényleg deformálódásba megy, amikor az Isten alakít, akkor valami nagyon jót tud kihozni bennünk, belőlünk. És ez az, amit lehet ünnepelni, és érdemes. Nagyon régi hagyománya van itt Szekszárdon annak, hogy az evangélikus és a református gyülekezet, amelynek közösek a gyökerei is, együtt ünnepli a reformáció emlékünnepét. Az idei alkalom annyiban volt különleges, hogy a lelkészkörön két hetente azért találkozunk ima közösségre, abban a katolikusok is benne vannak. A lelkészkörön felvetődött az ötlet, hogy ezt meg lehetne nyitni a reformáció emlékünnepét az összes többi felekezet számára is, hogy ne csak az ökumenikus ima héten és a pünkösdi nagy istentiszteleten legyünk közösen, hanem itt is. És nagyon örültünk neki, hogy most így a baptista és metodista felekezet képviselete és közössége is velünk együtt tudott ünnepelni. Ez volt a háttere, a gyakorlata pedig abban csapódott le, hogy nem ragaszkodtunk, bár a református templomban vagyunk, csak a református ágendai, liturgikai irányokhoz, hanem nyitottunk a többiek felé is, hogy ismerjük is meg egymást, és nézzük meg, hogy az ő szemüvegünkön keresztül hogyan tudunk Krisztusra figyelni. Mi magunk a baptista gyülekezet testvériség és nagy örömmel, régtől fogva, ezt évtizedeken át szüleimtől is láttam, tapasztaltam, hogy tartottuk, emlékeztünk. Az egész világunk, majd erről szólok is valamit este, ettől szenved, hogy minden úgy deformálódott, nem? Ez nem kegyetem, hogy belássuk, hogy testi erőnk egészségünktől kezdve a gépkocsinkon át, a házunkig, emberi kapcsolatainkon át, a lelkületünkön keresztül minden úgy eldeformálódott az eredetihez képest. A Teremtő Úristen mondja a Teremtés könyvében az elején, mindjárt néhány sorban van írva, hogy mikor megteremtett Isten az egész világot, íme látta Isten minden igen jó, és az igen jó nagyon elromlott, és folyamatos reformálódásra van szükség. Krisztus ezért jött, hogy megkeresse, megmentse az elveszettet, a jó pásztor életét adja a jókért, mondta ő, és utánunk nyúlt, hogy visszaformáljon, hogy isteni természet részesei legyünk. Eltorzultunk, nagyon is önző, testies, indulatos, gyűrös, kapcsipén, sovár, magatartáshoz ember, és tönkre megyünk bele. Krisztus meg utánunk jött, hogy isteni élet részesei legyünk. És hogy az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Több helyen tanítja a Szentírás, és a ma este ünnepet, az üzenetet is ekköré csoportosítsuk, hogy hogyan és miképpen lett ma 21. században nekünk mai embereknek Krisztusra nézni, benne gyönyörködni, üzenetébe, szeretetébe, áldozatába. A reformáció emléknapját október 31-én ünneplik, annak emlékére, hogy Luther Márton, a reformáció elindítója 1517. október 31-én a wittenbergi vártemplom kapujára kifüggesztette 95 pontját, amelyben főleg a búcsúcédulák gyakorlata ellen emelte fel szavát. A búcsúcédula a középkori római keresztény egyházban pénzét árusított bűnbocsánati lehetőség volt. A búcsú szó a bűnbocsánatot jelentette, elnyeréséhez bűnbánatot kellett gyakorolni. A bűnbánat módjai az egyház tanítása szerint a gyónás, megbánás, jóvátétel, böjt, ima, vezeklés, adomány, zarándoklat lehetett. Aki búcsú cédulát vásárolt, az felmentést kaphatott ezen gyakorlatok alól. Luther Márton ez ellen is foglalt állást. Magyarországon már 1517 előtt is sokan követelték az egyház megformálását. A 16. század közepére a lutheri tanok a német lakosság közvetítésével a reformáció Magyarországon is elterjedt, ahol kezdetben főleg a városi polgárság bizonyult fogékonynak a mozgalomra. Ezután a szászok, a magyarok és a szlovákok egyaránt megszervezték a Luther Márton tanításain alapuló lutheránus, vagyis evangélikus egyházaikat. Mindig új képeket próbál az ember keresni, amikor erre az ünnepre készül, és hát nekem egy egész friss élmény, az Isten tisztelet közben ott ültem a papipadban, és nyilván talán így a gyerekfoglalkozásokból, a szükséges applikációkból adódóan oda van készítve a padba kulisszatitok, egy kis kalapács, fogó, kis drótok, kis szegek. És nekem az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen a reformáció azt jelenti, hogy a mi reformátor őseink tulajdonképpen szellemi hagyadékának megfelelően állandóan
készenlétben állunk, arra nézve, hogy átalakítsuk, megváltoztassuk azt, ami nem krisztusi, ami valamilyen módon eltér a Szentírástól. És másik oldalról közelítve állandóan azt az újítást keressük, faragjuk, szögeljük, alakítjuk, amivel még jobban elérjük ezt a mai világot. Tehát nekem ez a kép jutott eszembe. A reformáció az egy ilyen készenlét eszközökkel a változtatásra, hogy a korban mindig megfelelően Krisztushoz igazítsuk a szavunkat, az életünket, az egyházunkat. Magyarországon 1898 óta van jelen a metodista egyház. Az első metodista prédikátor Ausztriából érkezett a sok nemzetiségű bácska német közösségének meghívására. A fővárosban 1905-ben indult meg a metodista misszió. A metodizmus hogy kapcsolódik a reformációhoz? Végig gondolva ezt a kérdést, igazából kevés kapcsolódást találnék, mégis olyan tekintetben szoros, hogy Luther és Wesley János, aki a metodista ébredésnek a kezdeményezője volt, hasonló alapokból merít, ez az alap pedig Krisztus. 1939 óta október végén rendezik meg az országos protestáns napok ünnepségsorozatát a legnagyobb protestáns egyházak.